Sziasztok! Nagyon sok szeretettel köszöntünk mindenkit újra innen a Rally Rüzekből. A mellettem ülő fiatalembert szeretném nektek bemutatni, Kardót Józsi. Sziasztok! Üdvözlöm mindenkit! Köszönjük szépen, hogy elfogadtad a felkérésünket. Én köszönöm nektek! Itt lehetünk. Hosszas egyeztetés után, szerintem mondhatom, hogy hónapokig az egyeztetés, igen. Hogy el tudjuk őt hozni és a történetét. De most itt vagyunk, sikerült. Úgyhogy vágjunk is bele. Első kérdésem az lenne hozzád, hogy te hogyan ismerkedtél meg az autósporttal, a rally sporttal? Hát megmondom neked őszintén, még Salgóbányán voltunk gyerekek, és akkor kezdtünk átjárni még a Laposon, a Rónai temetőbe, ugye a Leskanyarba. Igen, nekem az megvan. Na, azt onnantól kezdve indult ez az egész hóbort. Utána akkor még ugye nem volt keret rá, hogy mit vegyünk mi, tehát kis gyerekek voltunk. Úgyhogy utána, amikor elkezdtem először dolgozni, akkor vettem meg az első autómat mondhatni. Jó, egy komolyabb B30 volt. Ezzel indult az egész. Szóval ott kezdődött el, hogy én akarok építeni egyet, csak a keret soha nem engedte. E30-al kezdtél egyből? Hát úgy, hogy volt előtte más autóm is, de úgy az első komolyabb autóm az egy E30 volt, igen, amit utána saját kezűleg csináltunk meg utcára. Ja, hogy ez utcai autó volt? Ez még volt. Utcai volt, igen. Utcai autó volt, és akkor úgy lett utána befogva versenyzés? Hát nem versenyeztünk akkor se, csak így kijártunk hülyéskedni a hegyekre, tudod, így fölmentünk Szeredig, meg autózatni. Így van, úgyhogy, de az sajnos hamar annyiba maradt, sajnos összetört. Elfogyott az autóidő előtt. Ez a baj, hogy igen. És akkor utána kezdődtek a komolyabb dolgok, ilyen vettünk Zsigulit, azzal kezdődött ez. Utána, amikor megvettem az első piros kockámat, vagyis nem elsőt, hanem az első olyat, amit tudtuk, hogy versenyautó lesz, az sem versenyautónak indult, hanem hóautónak, és az lett utána megcsinálva versenyautóval. Akkor kezdtük el ezt a strehovai, az volt életem első versenye. Igen, mentél strehovával, azt nem tudtam, hogy te mentél ott. Egy piros Zsigulival, és kocka Zsigulival. Az mikor volt? 2017. december 26. 17. Akkor még mi nem jártunk is Strehovára, akkor nem láthattak. Hát akkor már nem tegnap óta vagy benne a sportban. És amúgy hogy jött neked az, hogy mit tudom én, láttál a tévében egy rally összefoglalót, mert ugye régen még a tévé ment. Nem, hát ugye voltak nálunk korosabbak, tudod, már azt kérdezett, hogy ki járni versenyre. A korosabbak vittek bele végül is, hogy menjünk át együtt. Azt akkor úgy annyira megfogott a hang, a látvány némelyik. Nyilván, mikor nézünk vagyunk, akkor arra nézzük, hogy a látvány, tudod. De mikor most elkezdtünk versenyezni, engem jobban izgat az, hogy milyen időt mentünk. Szóval engem az nyilván jó a kettő egybe. Ha valaki úgy megy, hogy időre is, meg látványra is. Ha azt össze lehet hozni. Ugye elfelejtettük mondani, hogy Salgótarjánban vagyunk jelenleg, tehát innentől kezdve akkor nem sok kérdés van, hogy kik lehetek azok, akik belevittek ebbe a sportba. Én amúgy megmertem volna esküdni rá, hogy jelenlegi apósodnak is lehet hozzá valami köze, ugyanis ki az apósod, azt nyugodtam. Oroszki Tamás az apósom, igen, neki nagyon sokat köszönhetek is, az építésbe is. Sokszor nem fogadom meg a tanácsát, sőt, 90
95%-ban nem, de... De mindig igaza van. Hát igen, mondjuk fogjuk rá, hogy, hogy igen, 80%-ban mindig az lesz, amit ő mondott. Neki nagyon sokat köszönhetem, akár segítségként, akár, akár így hozzáállás szempontjából. Én az a baj velem, hogy mindig én együtt túlreagálok mindig. Uh-huh. Szóval jó, gyerünk haza, pakoljunk össze, de nem, valahogy megoldódik mindig. Kitartóak velem, akik járnak, úgyhogy én köszönöm minden is nekik azt a, azt a alázatot, amit, amit felém nyújtanak. Szóval nehéz engem elviselni, a családom is nehezen visel el, szóval van egy olyan hozzáállás, ami, ami nagyon nehéz. De legalább elismered, ez már egy nagy pozitív. Én meg is mondom őszintén, hogy ez hogy így te van. Magad is látod ezt, hogy, 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 hogy állításod szerint nehéz elviselni téged. Igen. És ugye most jelenleg? Jelenleg a szemem kincse van itt, úgyhogy ebben a három év munkám van benne. Uh-huh. Ez fúgyári autóként indult, és most mondhatom azt, hogy talán elértünk arra a pontra, ahol, ahol már nem, hogy mondjam neked, már túl nagy az a lépcső, amit lépni kéne, hogy fejleszünk, ami, ami, ami már én nem nagyon biztos, uh-huh. hogy akarnék. Lehet, hogy nem érne akkorát lépni, lehet, hogy nem érne több, mint valószínű. Én szerintem inkább a feelingbe lépnénk, mondjuk uh-huh. ott beszélek egy váltóról, mondjuk, uh-huh. hogy esetleg egy szek is, de akkor a licit a lépcső, hogy uh-huh. én nem gondolnám azt, hogy én nekem ez, ez megéri már beletenni. Ez az autó ugye, ez full széri állapotba került hozzád, teljesen. Ezt te építetted meg, vagyis ti, te és a segítséged építettétek meg a jelenlegi állapotára. Így van, teljesen átózzéig a legutolsó csavarig szét volt szedve. És ugye ez széri autó volt, aztán lett belőle amatőr versenyautó, így és van. Aztán most egy SP-s autóként ündöködik mögöttünk, ugye? Így van, hát figyelj, ez úgy indult el, hogy ugye megvettük gyáriként, lettünk bele a legelső, az volt, apósomtól vettem meg, Tomitól a váltót, ő is akkor még BMW-zett, ugye. Rögtön alá került, akkor rögtön elmentünk, talán Kövesden volt, még Fodor Krisztián rendezte a Kövesdit, ott nagyon megtetszett a BMW, mert ugye a Ladára visszatérve, mikor a Lada volt a kocka, azt is elkezdtük így építeni, bekapott egy csövet. Nagyon nagy lett volna ott a lépcső ahhoz, hogy 2,5 millió vagy 3 millió építessünk csak egy motort, ami én úgy gondolom, hogy ezek üzemórások már ekkor a építésnél, és akkor kellett eldönteni azt, hogy elengedjük a Zsigulit, és abból veszek inkább egy olyan autót, amivel eleve 200 ló van. Úgyhogy így indult, igen. És akkor, ahogy jártunk versenyre, mindig valami fejlesztés volt. Következő hét, jövő hónapban már mással mentünk, mindig egy kicsit hozzábírtunk tenni, és akkor most értünk el oda a 3 év alatt, azt mondom neked, hogy tényleg összeállt meg. Így kívülről, amiket látok, meg hallok, most is utolsó versenyen is folyamatosan nyitattuk a géptetőt, mert nem hitték el, mi van benne. Uh-huh. Valaki mondta, nem BMW motor van benne, most elértünk arra szintre, hogy jó érzés. Csak már sokszor kellemetlen, tudod, mert megyünk egy Kövesdet, például annál följebb nem bírok nevezni kategória. Szóval egy M3 ellen megyünk, a, annál följebb kategória én úgy gondolom, hogy nincs. Szóval én nem gondolnám, hogy rosszakra autózunk itt ebből hát, a szempontból. Amit én láttam eddig felvételeken, és ugye követem a munkásságodat, tehát eredményeidet is látom, szerintem teljesen jó, mit csinálsz, amit csináltok. Nem csodálkozom rajta, hogy be akarnak kukkantani a géptető alá, hogy azért úgymond egy, mégis egy emes autóról beszélünk, de mégis úgy szól az autó, meg úgy kezeled, mintha az lenne, tehát azért ez nem semmi. Igen. Ez szerintem inkább nem, ez nem negatív, ez inkább legyen pozitív főleg számodra. Hogy... Nyilván biztos, ebben egyetértünk, hogy pozitív, meg jó is esik, tudod, csak már mikor nem hiszik el, mikor fölnyitod is, hogy mi van benne, azt mondom, hogy gyári, pedig tényleg gyári. A motor belseje semmit nem nyújtunk. Az, hogy levettünk róla szervót, hogy nem a gyári szervója van, Opel szervót kapott, ilyen kis nyalámságok vannak benne nyilván, de a motor belsejében magában nincs alakítva semmi. Hát de nyilván most azért, mert kicsit a szervót, az nem ad motorerőt. Hát én úgy vagyok vele, hogy ugye a szíja szajtja. És állandóan azzal volt a problémánk, hogy ugye a BMW-nél, ahogy tekergetett folyamatosan, az olaj mindig kijött, mindenhol volt olaj. Kinyírt idegileg az olaj az ablakon is, mikor motorháztető nélkül mentünk egy visontai versenyen mondjuk. Úgyhogy az ott elkönyvelte, hogy... Akkor ott nyomtik az olajat? Hát folyamatosan igen. Ahogy tekergeted, ugye nem egy nagy versenyen megyünk, tudod, azt állandóan ide-oda ciki-caki, cuki, azt verte fel az olajat. De nekem jobban bejön. Az Opel szervóval. És akkor az életkicsőjük is a szervó, mert az a gyári az nem bírta? Hát bírta volna, mert szerintem sokan azzal mennek, csak valahogy nekem a kezem erre állt rá. Figyelj, fölnyomsz egy elektromos dolgot, tudod, azt onnantól megy az olaj. Ugyanúgy olaj, ha megy, csak még rá egy elektromossal. Rásegít egy elektromos. Így van.
Ugye említetted Mezőkövesdet, ott többször megfordultál már, hogyha, vagy kétszer? Vagy... Voltunk, még Zsigulival is voltunk. Akkor jól emlékszem. Igen, Krisztiántól végigmentünk egy évet, de mondom, a Zsigulival az utóbbi, mikor már úgy túlfejlődött, akkor ott már a motor problémák voltak folyamatosan. Szóval vagy hengerfejes lett, soha nem jutottunk a végére. Azért mondtam, hogy ilyen két és fél 3 milliót számoltunk egy motorépítésre. Hát igen, és az meg már az a baj, szerintem az meg már az a kategória, hogy annyira ki van már ott hegyező motor, hogy ott megint csak ugye üzemórás lehet vele számolni. Igen, mindegy rossz motor, hogy üzemórás. Azért mégis egy gyári azért. Régen én is úgy voltam, hogy hú, minél erősebb legyen meg ilyen faragások, olyan faragások, de nem. Azért sokszor egy gyári jobb. Mert hát igen, meg úgy gondolom, tudod, hogy azért azt tegyük hozzá, hogy lehet egy erős egy autó, de be is kell érni. Hát szóval persze. Azt is alá kell írni, hogy voltunk olyan verseny, és ugye apusomnak nagyon sokat jártam szervizelni, ebből a részből is tanultam sokat, tudod, azért ott voltak olyan gyenge autók is, például a BMW-ket, mikor ő ment, hogy aki a végén cammogott, az lett az első. Érted? Szóval folyamatosan estek ki, és akkor a végén ő állt föl a dobogóra, ugye azt nézik? Hát mert neki persze, mert neki bírta a motor. Így van. Igen, sokat számít. Néha. És akkor ebből indultunk ki, hogy én nagyon nem is akarnék belenyúlni, főleg így nem, hogy megmondom őszintén, 200 ezer kilométer volt a kocsiba. Én úgy gondolom, hogy nagyon megbízható, megmegyünk vele 3 éve. Szóval az mindent elmond, hogy motorhiba miatt még jelenleg nem jöttünk haza, le is kopogom, remélem nem is fogunk. Hát ezt tartson ki ez a továbbiakban is, de szerintem nem lesz vele probléma, mert igazából tényleg most, hogyha egy gyármotorról beszélünk, hogy időben elvégzed a szükséges karbantartásokat, nem hiszem, hogy meg azért az átnézéseket nem megcsinálod. Minden verseny után így van. Nem hiszem, hogy probléma lesz vele. Merre jártatok még? Ez az autóval. Voltunk Kiskullacházán. Mezőkövesd, ugye elmentünk Visontára. Így durván ennyi. Voltunk kint, jártunk ki Strehovára ugyanúgy. Ott volt egy belsésünk is. Túl sokat akartunk a két naposon. Ugye ott az első abszolút egy kezdőben voltunk. De az még a Zsubival volt, ugye? Nem ezzel. Már ezzel volt? Ezzel. Ez mikor volt? Ez 19-ben? Hú, ez szerintem 20. 20-ban? Szerintem 20. Hát, hogy akkor voltunk mi is a... 20 két naposon, és akkor ott nagyon az abszolút 1-2 voltunk, és nem pár másodperc volt. Ezt ugye sokat akartunk, azt az egyik lassítót azt elnéztük. Most nem tudom, hogy vagy a gumi fordult le, azt azért bestünk az árokba, de kiment a kerék hátra. Úgyhogy az a kellemetlen volt. De szerencsésen húztátok? Hát mondhatni, de hazajöttünk, ugye nem bírtuk tovább folytani, kiszakadt a lengőkkal. Ezen kívül valami komolyabb... Nagyon, nem volt, hál' Isten. Hál' Isten, ne is legyen. Nem vállaljuk túl magunkat. Addig még csak az autó sérül enyhén, addig nincs baj. Meg hát az autót meg lehet csinálni. Igen. A terveitek? Mi lesz 23-ra? Nagyon gondolkoztam rajta, mert ugye az autó így összeállt, meg én úgy gondolom ezekből a kisebb versenyekből jó, nem mentünk nagyon hosszú, ilyen több kilométeres szakaszokat, de úgy gondolom, hogy az autó már tudná azt, hogy esetleg egy Salgót vagy egy Ózd rallit elmenjünk, egy Rally 2-be mondjuk előfutóként gondolkoztam, mert ugye vagy abban a P13-14 kategória, most nem tudom pontosan melyik lett a BMW kupa, egy olyanban, vagy esetleg egy Rally 1-et. És akkor ott rendes a mezőnybe mehetnénk ugye az M3-osok ellen. Ez biztos nagy élmény lenne, meg nem kis lépés azért. Hát most, igen, igen. Hogy csak ugye majd itt az idő. A slalom és a szakaszra. Igen, úgyhogy ez jelenleg egy terv, ez jövő évre. Egyet szeretnék mindenféleképpen egy Salgót, hogy ide-haza. Azért csak itthon jobb elkezdeni ezt az egészet, úgy gondolom, mint egy hát igen, hazai közönséget, hazai pályák, az biztos, hogy fantasztikus lehet az, amikor odáll az ember a rajba, és akkor tudja, hogy a szakaszon végig az ismerősök ott állnak, csápolnak. Hát a hidegrázós, igen. Hát igen. Egy ilyenre nagyon vágyok. Figyelj, de ezt az R-kapot se nagyon jó rendezik a srácok le a kalappal előtte eddig. Ja, meg a Ceredek voltak. Ugye volt nekik az a Cered, azokon indultunk mindegyiken. Én nagyon meg vagyok. Keresztesen is voltunk. Keresztesen is voltunk, a Zsiga Zsoltékkal. Igen, ezzel voltunk már ott is. Úgyhogy ezekre így el is mennénk, most is elmennék, szóval nagyon jó, és az R-kapot ki is néztük jövőre, hogyha csinálják ugye tovább. Azt szeretnénk is végigmenni, mert én úgy gondolom, hogy most ugye nem mentünk végig, azt hiszem 7 versenyük volt, vagy 6, meg nem mondom, abból azt hiszem 3-at mentünk, és abszolút 6-ok lettünk. Ami szerintem, köszönjük szépen, ami szerintem nem rossz így a fele verseny kihagyva, meg kategória 4 lettünk.
Gratulálok. Köszönöm. Ahogy látom, azért akárhova elmentek, kupa nélkül nem nagyon jössz haza. Hát igen, megmondom őszintén, hogy amikor, hát volt olyan, amikor jöttünk úgy haza, hogy nem értünk elhelyezést, de többnyire, még az elején ezzel is voltak ugye hibák. Uh-huh. Fölszakadt a motortartóba, még gyáriként mentünk, lehúzta a vízcsövet, kiestünk, meg ilyen apróságunk mindig voltak. De amióta így összeállt, akkor azóta lekopogom, nem nagy képűségű, de mindig ott bírunk menni az első 3-4-5-be. Ez jó, ez teljesen jó. Amúgy azért éreztem rá, mert ugye látom. Hát ugye most az előző mezőkövetben nem ahol most mentünk, nem a ezt tesznek is fogtuk fel, mert az egész alja új, meg a fékek újak. De azelőtt mentünk az R5 időt. Kövesd, de volt egy R5, és mentünk ott egy R5 időt. Azért az nem kicsit kellett nyomni a pedált. Hát igen, mondták, hogy az nem olyan R5, meg az nem olyan fejlett, de nekem akkor is R5. Hát de akkor is ez egy összkerékes autó. Más kategória. Ez egy összkerékes turbós autó, tehát azért... Így van. Meg ugye nagyon át kell gumizni az autót, szóval most is úgy mentünk el, hogy ott van a háttérben is láttad, hogy szálló jöttünk haza. Uh-huh. Igen, láttam ott van hátul, igen, elég szépen neki néznek ki a kereket. Nem vittünk új gumit, nem gondoltuk, hogy így megyünk majd. Legközelebb majd nekem még többet. Amikor nem sikerül befejezni egy versenyt, bár reméljük, hogy a jövőben minél kevesebb, sőt egyáltalán ne legyen ilyen, akkor mennyire vagy csalódott? Én nagyon tudok csalódni. Sőt, volt is olyan, hogy eladom a picsába, nem kell ez nekem, én nem akarom ezt csinálni, és akkor ez egy óra. Ez egy óra, egy-kettő, de már hazafele, mikor felrakjuk trélerre, azt jövünk hazafele, már akkor azt beszéljük, hogy mit, hogy. Szóval ott a helyszínen, jó, menj, vidd el innen, nem érdekel, tudod, de mikor hazafele jövünk, már akkor teljes más, akkor már van nézve az interneten, mi kell bele, fú, szóval ez egy ördögi kör. ismerős. Ugye több számon beszéltél, hogy mentek versenyre, jöttök versenyre, kik azok, akik elkísérnek a versenyre, kik azok, akiknek a segítségére számíthatsz? Legtöbbre ugye a szervizesem Norbi, ő 3 éve, amióta BMW-t építgetjük, ő folyamatosan egy versenyt nem hagyott ki. A családom is, asszonyom, a 2 gyereket most húzolja mindig magával, apósomék el szoktak jönni, sógorom, Pukiék Lilivel, anyósom többnyire, úgyhogy így a családi háttérben, nekem már nincs sajnos úgy családom, mert édesanyám meghalt tavaly, de úgy az ő családi részéről számíthatok, azt mondom neked, hogy mindenkire, ugye, ez bármiben. Ez fantasztikus, hogy többen is felkerekedtek és mentek. Igen, úgyhogy hát nyilván a asszony a 2 gyerekkel ugye utána jön, külön autóval. Hát de ott vannak. Így van, úgyhogy ők nem is maradnak végig, ha elfáradtak a gyerekek, tudod, akkor jönnek haza. De aki ott van vele mindig, az Norbi, az ő 3 év folyamatosan. Uh-huh. Ha este hajnalban megyünk, másnap este jövünk, akkor ugyanúgy van. Neki köszönhetem. Hát ez szerintem teljesen inkább azt mondom, hogy legyen egy maréknyi ember, akikre mindig lehet számítani, mint a foci pályányi, akik nem sok mindenki. Ugye most összeállt a kisebb csapatunk, ugye? Zereden is voltunk, ugye? Krisztoferék, ugye Herrike, hogy beült mellém, megjön. Úgyhogy nekik is köszönjük ezt az egészet. Meg ugye Zereden volt egy féltengelytörésünk, ugye? Kiköszöböltük, de hál' Istennek a szervizbe tört el. És akkor is az volt, hogy eladod, kész? Nem, azért ez már nem, itt már nem az a kategória, szóval ez még az elején volt. Sejtettem, azért kérdeztem. Igen, rá, hogy... Ott az, hogy a tejcsinknek köszönjük még egyszer, ők segítettek ki egy féltengelyen, mert amatőrök voltunk és nem vittünk féltengelyt, ugye? Úgyhogy de már viszont Kövesdre vittünk, és ott is tört, csak a másik oldalát. Úgyhogy de ott már volt féltengely. Beszéltünk most a csalódásokról, hogy reagálod le a csalódásokat, mikor nem jön össze úgy a verseny. Sikerek, hol volt a legnagyobb sikered, hol érezted magad a legjobban eddig pályafutásodon, melyik rendezvényt, vagy versenyt emelnéd ki, hogy ez igen, ez volt eddig a legjobb? Szerintem a mezőkövesdik az ezelőtt itt, amikor abszolút elsők lettünk, megnyertük mindent, úgyhogy pár másodperce volt a Lancer, de ott az utolsóba mentünk egy nagyon szépet, és én úgy gondolom, azt könyvelhetjük el úgy, hogy hozzá se kellett nyúlni az autóhoz, tényleg nyomást néztük, meg át lett nyomatékolva a kerék, ennyit csináltunk egész nap. Úgyhogy én úgy gondolom, az volt a legjobb versenyünk. És egy Lancer végzett mögöttetek a másik? Az nem semmi. Az egy Lancer az is ugye összkerék túl volt. Hát igen. A maga kis
Ennyi 400 dó körül van egy lasszár? Hát nem tudom, hogy itt 3, hogy szűkítik 5, ezeket, vagy hogy szűkítő nélkül jönnek-e, vagy van-e rajtuk egyáltalán, vagy nem, nem, soha nem is kérdeztem. Mindig de... néztük ugye az időt, hogy hogy vagyunk, azt próbáltunk annak jó menni. Hát ez nem kis teljesítmény. Nem, az nagyon jó az, volt, az jó is éreztük magunkat, meg nem is volt idegesség. Meg hát azért mezőkövesden azért egy bőven 100 fölötti mezőny szokott összejönni. 153 voltunk akkor is. Akkor jó emlékszem. Igen, 153. 153-ból elsőnek lenni, igen, egy hátsókerekes autóval, azért az nem semmi teljesítmény. Köszönöm. Úgyhogy próbálunk mindig. Jó, hát igazából beszéltünk ugye erről arról, még arról nem, hogy idén, ugye lassan még az évnek, hogy idén van még valami tervetek? Én már nem szeretném előhúzni. Nem szeretném. Most letesszük a garázsba, annyi olyan gumikat tettünk, ne engedje, neki legyen kellemetlen. Már idénre, úgyis december van, 7-e, 8-a, nem tudom, már szerintem nem. Csinálj, nem kell semmit az autón. Mindig van gondolatom, szóval lehetne egy piciket, de már olyan pici fejlesztéseket, hogy stabilizátort hátra, ugye mi most is emeli a hátát, hiába nagyobbítottunk átlót, hosszabb utat hagytunk neki, de rájöttünk, hogy a stabilizátorral lesz a baj hátul. Ilyen kisebb fajta gondok, bajok vannak mindig, de hát ezt majd kiküszöböljük, arra van ez a kis hónap ilyen. Mondtad, hogy most ugye teszi jelleggel voltatok. Igen. Milyen módosításon esett? Tehát az autó, mondtad, hogy a féken lett valamit csinálva? Az összes banál lengőkar új lett, mind a két oldalon hátul, a bölcső új lett. Azok még gyárjak voltak? Igen. És akkor most ki lett cserélve valami jobb minőségre? Igen, vagy... be lett szilentezve, igen, nem gyári szilentel, ugye Strongflex, azt hiszem, 30-i fékeket kapott elől-hátul, megvettem ezeket a Rottinger féktárcsákat elől-hátul, akkor palitól rendeltem ezt a karbon fékbetéteket, sokkal jobb, mint a DS3000, új lengőkarok, új axián. Mondhatni, hogy a futóműben a négy gátló felújítva, meg azon kívül minden új lett. Minden, az összes szilent, minden vatta új. Eddig gyári szilentekkel mentél amúgy? Igen. Fú gyári volt a szilent? Gyári. És az autó is, meg a fék is. És annyi, hogy egy DS3000 volt benne a fékben. És akkor most ezzel a módosítottal mentél most mezőkövesden. Hogy érzed, mennyire nagy a különbség a... Tanulnunk kell. Igen, szóval amit elkezdtünk ott tanulni, azzal az autóval, az olyan nyeklősebb volt. Érezted, hogy azért mozog az autó, na, most fix lett. A kanyarba kicsit. Igen, talán. Most fix lett. A fék meg az brutál. Az nagyon tetszik. Az a duplája lett, hogy megáll. Most már kell hinni, hogy vízhatsz benne. Igen, amúgy tényleg a gumin meg a féken. Ott látod mind magad mellett, az mindebből jött ki. Hát nem tudom, hogy nézzük, látják itt mellettem, de tényleg itt van egy vas kupac. Az mindenből jött ki. Az igen. Hát pedig még ezek a szilentek még egész jó állapotban voltak. Csak gyári. Csak hát a gyári. Az nem olyan. Igen. Mi lesz még módosítás, ha esetleg módosítanál még? Hát, hogyha módosítanák, ugye lesz, beszéltem az előbb a stabilizátor, hátulra valamit kitalálni, hogy kicsit jobb legyen. Szekós az mennyire? Mennyire áll úgy? Teljesen elengedtem. Teljesen. Szóval nem, nekem most ház tervezet van, úgyhogy szeretnék házat venni a közeljövőben, vagy jövőre, vagy azután. Az most inkább az inkább. Elmenni kisebb versenyekre, meg mint mondtam, jövőre esetleg egy nagyobba, de azon kívül nagyon nem szeretnék már rá olyan nagyon nagy költségeket verni. Hogy egyszer kis váltó, mert ugye azt tudjuk, az több millió forint most persze. Már. Hát igen, az nem egy olcsó. Úgyhogy a kisebbeket sem. Ugyanúgy megveszem, meg ugye az alajak sem olcsók, ugye januárban lecseréljük az összeset megint. Ha már így kitétünk a váltóra, most jelenleg milyen váltó van benne? Széria váltó vagy? Nem, egy tolós, ötödik helyén egyesesen van, Bálint féle, vagyis hát Béres Bálint, ugyanaz. És akkor ezt is apósomtól vettem. Ez most másodjára volt revízión. Egyszer széthullott nekem mezőkövesden, még akkor gyárias volt az autó. Meg most az utolsó, amikor abszolút egy lettünk, azzal vitt be, úgyhogy az volt már váltó, úgyhogy bevitt, de akkor le is vettük, úgyhogy most lett az is kész, mikor akkor csináltuk akkor ezeket. Ez egy hajszálmúlt. Mondhatni, igen, úgyhogy... Jó, hát, hogyha azon ott bevisszott volna az abszolút első helyen, akkor nem néztenek volna meg a reakciót. Igen, úgyhogy, de bevitt. Hallottuk, hogy valami nem, hál valami rendellenesség van, de bevitt. Úgyhogy azon csodálkozott, aki szétszette a váltót, hogy ez hogy. Hál' Istennek. De télerre állt fel, lábon állt be a garázsba, úgyhogy nem volt vele baj. Hál' Istennek, reméljük, hogy nem is lesz a jövőben sem. Már én is. 23-ban hol tervezed először
Megnézzük, hogy milyen, kinek milyen naptár lesz. Nem ezt az R-kapat, ezt valószínű végigviszünk egy szezont, akárhova elmegyünk most már. Szeretnék már így a ház még mellé beszorítani egy murva autót. Ugyanígy egy BMW-t, ha lehet, akkor egy 46-ot. Egy ugyanilyen, de nem ennyire fullosat nyilván egy emelvű átlót, vagy valamit, meg murva kerekeket, amit úgy nem sajnálunk azért elvinni egy ilyen versenyre. Azt azért még nem engedném el. Hát igen, mégis könnyebb beülni egy murva autóba, mint ez a mondjuk négy gátló cserélni. Nagyon sajnálnám, meg sajnálnám is a múlját. Hogy valami történne, mert maximálisan megértelek. Hát nagyon sok sikert kívánunk neked a jövőre. Nagyon szépen köszönöm. Jövőre nézve. De mielőtt elköszönnénk, mindenkit meg szoktunk kérni, hogy az ifjú titánoknak, akik néznek minket, üzenjen, hogy te mit üzennél a fiatalságnak, hogy hogyan kezdjenek hozzá, mit hogyan csináljanak, mi kell ehhez, hogy ezt... Nagyon sok akarat, kitartás, ugye, meg alázatosság az idősebbek felé, hogy ne vessük el azt, hogy hallgassuk meg őket, tudod, hogy mondjam neked. Szerintem most orosz kitomi most. igen, úgyhogy az kicsit könyvbe esős dolog amúgy, de mindig igazuk van. Igen. Amúgy, úgyhogy ezeket nagyon... Tudom, én is nyálas kis fiatal, meg mit tudom én, mikor elkezdtük is, adjad már öreg, adjad már azt végül, és mindig valahogy valamilyen úton, módon igazuk lesz. Igen. De most is ugyanolyan önfejű vagyok, szóval ugyanúgy megcsinálom magamnak, azt majd tanulok belőle, tudod, de igazuk van mindig az öregebbeknek, ezzel szóval... Ezzel sincs baj, hogyha a saját bőrén tanulja meg az ember, csak utána meg el kell jösteni, mikor az idős majd azt mondja, hogy... Én megmondtam. Igen, ez így van, ez így megmondtam. Van, és akkor igaza van. Ez, ilyen dolgokat, de az, hogy az alázat, meg az, hogy nem szabad feladni soha, szóval mi is voltunk szaridőben, meg nincs pénz, tudod, de mindig kitartónak kell lenni. Hát igen, nem szabad feladni, főleg, hogy az ember igazán soha, így van, így van. Meg azzal nem szabad foglalkozni, tudod, a többi lehúzó erővel, tudod, akik mondják, hagyjad, nem éri meg ne csináld, aki akarja, meg úgyis megcsinálja. Hát persze. Mert ugye mindig lesz olyan, aki azt fogja mondani, hogy úgy se éred el, nem jó ez, nem tudsz. Hát de meg kell nézni, hogy az ember mit csinál, így van. És akkor el kell dönteni, hogy kire hallgat az ember, a saját magára, vagy az álmait eléri. Így van. Hát igen, hogyha valakinek ez álom, akkor mindenféleképpen el kell kezdeni. Így szóval van. Azt megvalósítani. Így van. Hát, Józsi, nagyon szépen köszönjük, hogy itt lettünk. Én is nektek, hogy eljöhettünk. Lejár az időnk. Jövőre nagyon sok sikert kívánunk neked. Nagyon szépen köszönjük. Akár egy repteres versenyen mész, akár egy szakaszon mész, akár R-kapon, akár magyar bajnokságban, bárhová is mész, legyen sikered, működjön az autó, soha ne legyen semmi probléma vele. Ha mégis valami van, akkor gyorsan dühön ki magad. Ne add fel. Legyen az az egy óra, menjek el onnan. Legyen az az egy óra, menj el onnan valahová, aztán nyomja tovább, mert nekem személy szerint nagyon tetszik, amit csinálsz. Nagyon szépen köszönöm. Remélem, hogy élőben is láthatlak majd minél előbb. Sort kerítünk, ha le is ülhetsz, megpróbáljuk. Azt megköszönöm külön. Megpróbáljuk. Biztos vagyok benne, hogy össze fogjuk hozni. Tehát még egyszer nagyon sok sikert kívánok neked. Köszönöm. És nagyon sok szerencsét, kitartást, erőt, energiát, lóvét, főleg lóvét. Azt kell hozzá, az nagyon kell hozzá. Úgyhogy köszönjük szépen, hogy itt lettünk. Én is nektek köszönöm szépen. Nektek pedig köszönjük, hogy vagytok, köszönjük, hogy lehetünk. Ne felejtsétek el megosztani a videóinkat. Bármi kérdésetek van, észrevételetek van, vagy esetleg matricát szeretnétek, akkor írjatok nekünk privát üzenetet. Mi azonnal felvesszük veletek a kapcsolatot, és megbeszéljük a részleteket, a továbbiakat. Nagyon szépen köszönjük. Sziasztok! Sziasztok!